Világosan látszik, hogy az elmúlt időkben a White Shark belopta magát a felhasználók szívébe, és a gyűjtő oldalakon is az a tendencia látszik, hogy valószínűleg elég jól lőtték be a termékeik árazását, hiszen a top 10-es listán jelenleg két termékkel is képviseltetik magukat. És az az igazság, hogy ezt mi is megérdemeltnek gondoljuk, főleg azok után, hogy itt járt nálunk a White Shark Spartan X egy tesztelése, úgyhogy ma ezt fogjuk megnézni. Sziasztok, én Dani vagyok, és ez itt a Lüt. Ha múltkor néztétek már a Shinobi tesztünket, akkor elég sok minden ismerős lesz, amit most is el fogunk mondani, hiszen a Spartan X ugyanúgy egy javított kiadás, mint a Shinobi volt, de itt ugye konkrét névváltozás is volt, hiszen az eredeti billentyűzetet csak simán Spartannak hívták, ő pedig a Spartan X, nem V2, nem második kiadás, nem javított kiadás, Spartan X, de egyértelműen ugyanazok a változások mentek végbe rajta, mint a Shinobin, már ami elsősorban ugye ami a kiosztást illeti, tehát ez is kapott egy fullos magyar kiosztást, és egy kis ránc felvarrást, úgyhogy ebből a szempontból nézzük meg, hogy az eredeti Spartannal összehasonlítva, hogy teljesít, és hogy a Shinobi frissítéssel kapcsolatban mennyire hasonlóak a változások. Megint a dobozzal kezdeném, kicsit az átbeszélés, hiszen ugyanúgy, ahogy a Shinobinál is, meg amúgy a White Shark többi billentyűzeténél is, a Spartan X is megkapta ezt a frissített fehér dobozt. Itt gyakorlatilag konkrétan tényleg ugyanaz a dizájn, mint a Shinobi V2-es verziójában, meg amúgy az összes többi új White Shark billentyűzetnél. Sima fehér doboz, rajta a billentyűzet képe, név. Magyar kiosztás, nagyon fontos, megint hangsúlyozni kell, hogy itt a dobozon egy angol nyelvű kiosztást láttok, egy nagy enteres angol nyelvű kiosztást. A dobozban viszont, hogyha ez a kis magyar felirat van itt a sorokban, akkor egy rendes magyar kiosztást kapunk. Ez megint csak ne zavarjon meg senkit, kiosztást nem beszélünk róla részletesebben. A dobozban alapvetően nem kapunk túl sok extrát igazából, itt is egy matrica jutalmunk, leírások, és maga a billentyűzet. Nincs sok extra, ami nem is feltétlenül kell sok extra. Igazából az egy dolog, ami mondjuk hiányzott nekem egy kicsit a Shinobinál is, meg itt is, az a billentyű sapka leszedő, de hát meg vagyunk nélküle. És akkor a kiosztásról beszéljünk egy kicsit részletesebben itt a külső menüpont alatt. Ugye most azt jelenti a full magyar kiosztás, mint a Shinobinál is, tehát megkaptuk a nagy entert, tehát normális helyére kerül a hosszú ügy, és megkapjuk, tehát a bal alsó shift ugye rövidebb, és helyet kap a hosszú i, tehát gyakorlatilag ezzel a billentyűzettel nincsenek lemondások kiosztás terén, tehát a fullos magyar kiosztást kapjuk meg rendes mechanikus switchekkel, és ugye a másik dolog a külsőnél, a Shinobihoz képest, hogy ugye ez már nem egy 60%-os modell, hanem ez az úgynevezett TKL, vagyis ten keyless kiadás, ami azt jelenti, hogy a numpad része van lecsippentve a billentyűzetnek, de megkapjuk ezt a középső sávot a nyilakkal és a home end billentyűkkel, és a teljes funkciós sávot is, ami ugye orvosolja azt a problémámat, amit én a Shinobinál emlegettem, hogy nagyon zavart, hogy a nulla az az escape-el osztozott, ezért funkció billentyű volt a nulla, ez itt szerencsére nincs, és nyilván ugye a nyilak is dedikált nyílbillentyűink vannak, nem pedig funkció gombokkal kell elérni. Amivel viszont ugye ráadásul a funkció, tehát azzal, hogy az F billentyűk megvannak, amivel viszont kiegészíti, tehát itt osztozkodnak a billentyűk egy sávon, ami azt jelenti, hogy média lejátszó gombokat kapunk, ez is nyilván ismerős lehet egy csomó más billentyűzetről, tehát itt van egy ilyen hangerő vezérlő blokk, itt van egy média vezérlő blokk, azért mondom, hogy más, mert hogy itt, tehát ez a konkrétan ugye a skip, a pause, a stop, és még van egy ilyen egyéb vezérlő blokk, hát most ilyenek, hogy e-mail, meg home, meg lezárás, meg számológép. Ha valaki ezeket szereti használni, és funkcióbillentyűhöz van szokva, akkor neki nem lesz új, hogyha pedig mindenképpen olyat keresel, ahol dedikált média billentyűk vannak, azt nem itt találod. Nyilván ez van egy sokkal specifikusabb igény. Így viszont összességében azt lehet róla elmondani kiosztás tekintetében, hogy ez már nem csak játékosoknak jó, nyilván a játékosoknak tök jó, mert mechanikus, de itt már konkrétan arról van szó, hogy ez egy olyan billentyűzet, amit egyaránt tudsz egy ilyen home office-os irodai munkára használni, és játékra is, hogyha
nem szeretnél két külön billentyűzetet fenntartani a két célra. Szintén a külsőhöz tartozik, hogy ugye itt most előttem egy fekete színű billentyűzetet láttok, és ebből a Spartan X-ből nincs is más színkiadás. Ugye Árpi tesztelte részletesebben a billentyűzetet, és ő is leírta, hogy hát ő is jobban preferálná egy fehér vagy szürke színű billentyűzetet, és személy szerint én is úgy vagyok vele, hogy egy fehér szín az nekem jobban tetszett a Shinobinál is. De alapvetően azért, hát látjátok, tehát, hogy nem egy csúnya billentyűzet ez feketén sem, és nyilván erre a szépségére ráerősít az is, hogy a billentyűk alatt full fémborítást kapunk. Talán egy kicsit, nem tudom, hátránya, hogy viszont alul meg tiszta műanyag, nyilván ezt nem nézed olyan nagyon, ahol mondjuk ez az anyaghasználat fontos, azok a lábak, tehát ezek egy sokkal, ilyen kicsit ilyen gyengébb anyagból készült lábak, mint mondjuk amit a Shinobinál láttunk. Kicsit, mintha olyan nehezebben is kattanna be rendesen a helyére, meg olyan... Szóval törékenynek tűnik, úgyhogy ha egy nagyon rage-elős játékos vagy, akkor egyfelől nyugodj le egy kicsit. Ez csak egy játék, jó? Semmi gond. Nézd meg a toxikus viselkedős videónkat, igen. De hogy alapvetően azért óvatosan ezzel a lábbal, mert tényleg Nem olyan jó érzés, és úgy lötyög is itt a végén. Nyilván, amikor lenn van az asztalon, akkor ez stabilan tart, hogy ezt nem fogod észrevenni, nem nyekereg, nem hajlik, nincsen gond ezzel a billentyűzettel, csak annyit mondom, hogy ne csapj rá teljes erőből, mert nem arra van kitalálva. Ahogy a Shinobi, itt is Otemu switchekkel találkozunk, és itt is Otemu Red switchekkel, és az a nagyon fontos különbség még a Spartan X-nél, hogy a Spartan X viszont csak és kizárólag piros switchel érhető el, úgyhogy ebben nem is tudsz véletlenül másikat választani. Igazából az a helyzet, ezt már elmondtuk a múltkori videómban is, ma már igazából nem kell annyira félni a nem Cherry switchektől, az Otemu ugye egy lényegesen olcsóbb switch, mint a Cherry, szabadalmak lejárta után újraalkották gyakorlatilag, és igazából tényleg az van, hogy jóval olcsóbban egy hasonló minőségű switchet tudnak gyártani, és nem lesz vele érezhető különbség gondban. És ráadásul az még nagyon fontos, hogy a gyártó amúgy 50 millió leütés garanciát vállal billentyűzetenként, úgyhogy szerintem a Spartan X-nek az élettartamával sem lesz nagy gondod. A billentyűzet switcheinek a többi karakterisztikájáról pedig az írásos tesztben olvashatsz további részleteket. Mind játék, mint munka közben jelesre vizsgáztak ezek az Otemu piros kapcsolók. Igazából megint csak azt tudom mondani, hogy ez nagy részt egy személyes preferencia kérdése, hogy ki melyiket szereti. Én személy szerint szívesebben vagyok a pirossal, mert nekem a kék az már egy kicsit fárasztó az ujjaimnak, és azért, valljuk be, tényleg azért durva hangzavar tud csinálni egy kék switches billentyűzet. Ez a piros switches relatíve halk, nyilván egy mechanikus billentyűzethez képest relatíve halk, de alapvetően csak ajánlani tudjuk. És még beszéljünk arról is, amit a Shinobinál kifejezetten pozitívumként hoztunk föl, viszont a hiánya miatt szerintem itt egy kicsit negatívum. Ugye már a billentyű kupakok azok itt is az árkategóriának megfelelően ABT gyártási technológiával készültek, gumírozott réteg nélkül. Ugye ez az a gumírozott réteg, aminél a Shinobinál mondtuk, hogy egy ilyen prémium érzetet adott a billentyűzetnek, ez most itt ezen nincs meg, tehát itt viszont megvan megint ez az ilyen kicsit ilyen keményebb és olyan olcsóbb hatása a billentyűzetnek, de most félre ne értsetek, ezt nem azt jelenti, tehát a switchek már eleve, tehát a mechanikus billentyűzet eleve ad egy prémium érzetet a billentyűzetnek, csak annyit mondok, hogy a Shinobihoz képest érezhetően olcsóbbak ezek a kupakok. És még utoljára beszéljünk a kábelről, amit látjátok, most nem is tudok külön megmutatni, hiszen nagy különbség, hogy itt nem egy kivehető kábelről van szó, hanem ez fixen rögzítve van a billentyűzet testéhez, ami azt is jelenti, hogy ha a kábellel lenne bármi problémád, akkor sajnos az egész billentyűzetet cserélni kell, ez megint egy kis negatívum. És ahogy ezt a Wildshark perifériáknál már megszokhattuk, itt is mindig fel kell hoznunk a szoftver hiányát. Ez ugye egyszerre állás is álltok, hiszen pozitív abból a szempontból, hogy nincs egy külön háttér folyamat, ami játék közben még terhelni a gépünket. Hátrány viszont abból a szempontból, hogy nincsenek könnyen személyre szabható makrók, és nincsen PC-ről irányítható világítás. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ne lenne személyre szabható a billentyűzet, hiszen a világítás itt már konkrétan RGB ledeket tartalmaz minden billentyű alatt, tehát nem az van, mint például a Shinobinál, hogy egy színben tudnak csak világítani az adott billentyűk, és legfeljebb a
világítást lehet animálni és a mintázatot változtatni, hanem itt már konkrétan RGB ledek vannak, tehát így sokkal szélesebb skálája nyílik meg a személyre szabhatóságnak. Tehát összességében a Spartan X nem okozott csalódást, White Sharktól megszokhatóan egy baromi jó árértékarányú mechanikus billentyűzetet kapunk, ami ezúttal már nem csak gamereknek, hanem kifejezetten irodai munkára is ajánlható, hogyha valaki ezt szeretné. Ugyan hiányzik a szoftver, viszont azért teljesen személyre szabható, tehát a szivárvány bármilyen színét akarjuk elérni, vagy akár kikapcsolva szeretnénk használni, ez sem fog gondot okozni. Az anyag használattal talán egy kicsit kevésbé prémium az érzet ezzel a billentyűzet sapkákkal, de nyilván nem fog valós gondot okozni, és ezen kívül pedig maga az egész billentyűzet anyag használata pedig egy kifejezetten robosztus és amúgy hát drágább érzetű billentyűzetet nyújt, mint amennyibe ténylegesen kerül. Esetleg fájó pont lehet a billentyűzet aljának műanyag borítása, valamint a cserélhető kábel hiánya, de valójában azért ezek ritkán okoznak valódi gondot, hiszen nem nézegeted a billentyűzet alját, és remélhetőleg a kábellel sem ez semmi gondod, hiszen azért ez a sodort borítás ez meg fogja védeni a kábeledet. Ha meggyőzött titeket ez a billentyűzet, akkor a Leet webshopjából meg is vásárolhatjátok, ehhez találtok linket itt lent vagy ott fönt, és írjátok meg kommentben amúgy, hogy mennyire tetszik nektek ez a billentyűzet, és hogy vajon ez győzött meg titeket jobban, vagy esetleg a Shinobi a múltkorról, és nem felejthetjük el a nyereményjátékot sem, még továbbra is tartsátok nyitva a szemeteket, mert most már kifutott az a másik nyereményjáték, ami miatt a Shinobit halasztanunk kellett, tehát a szombati videóban találkozni fogtok ezzel is. Ha tetszett a videó, sokat segít nekünk, ha ezt egy lájkkal is jelzed, és ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradj le a további tartalmainkról sem. A kis bevásárló kosár gombra kattintva pedig eljuthatsz a webshopunkba is, ahol menü gaming perifériákat, gamer és e-sport meccseket, és még csomó minden más hasznos, amit találsz. Várunk legközelebb is!